Köszöntöm a kedves nézőket! Én Krisztián vagyok, és ebben a videómban jöjjön a Keresztapa 2 című játékból egy videó. Ugye pár nappal ezelőtt volt az első részéből is egy videó. Igazándiból azzal nem is játszottam olyan hú de sokat. Mondom, vágjunk bele a második részébe, és nézzük is meg, hogy milyen a játék. 1958-ban járunk Kubában. Egy mafiózó találkozón, ahogy látom, óriási nagy atomparti zajlik éppen. Van torta dögivel, gondolom pia is. És akkor hallgassuk is a játékot, sajnos a feliratot nem tettem rá, szerintem így menet közben nem is fogom tudni, illetve magyarosítás nincs a játékhoz, sajnos. Vagy pedig csak én voltam a loser, hogy nem találtam meg, hogy nem tudtam beírni Google-be, hogy Godfather 2 magyarosítás. Nem, amúgy tényleg nem volt hozzá magyarosítás. Nem baj, szerintem ez így is jó lesz. Ha jól tudom, itt a parti közepén ki fog robbanni egy forradalom, mármint nem itt a házban, hanem Kubában, és a nagykutyákat nekünk kell kimenekíteni a reptére. Bízok benne, hogy nem lesz olyan hú de hosszú a videó, és akkor már neki is vághatunk. Bár ahogy látom, most mindenki kajálja a tortát. Torta? Hú, mindenkinek milyen szép napszemüge van! Majdnem nem tudtam kimondani azt a szót, hogy napszemüveg. De végül is sikerült! Tapsot Krisztiának! Szép volt. Ja, bocs, elnézést, tudom, végig dumáltam az egészet, és nem hallottátok, hogy miről van szó. Salute. Oh, pesgő! Hát úgy fess, hogy nem volt valami finom a torta, hogyha csak ennyi fogyott belőle. Bezzek, ha ott lettem volna. Ő vele vagyunk! Ezt a karaktert csináltam, bár igazándiból nem is csináltam. Beléptem a játékba, ezt a karaktert adta. Oké, kicsivel legyünk izmosabbak, és ennyi. Micsoda tűzi játék, micsoda tűzi játék! Minden tök békésnek tűnik, de nem sokáig. Hát akkor induljunk is meg. Ehhez az úriemberhez. Dumálunk hama vele egyet. It's great, Michael. I like the little things here, you know? Nice change of pace from New York. That's good. When this deal is done, we're gonna do great things in this country. Tomorrow's a new year, my friend. The start of a new future for the Corleone family. Salud. To the future. By the way, where did Aldo go? He went downstairs for the New Year's celebration. You should talk to him. Make sure everything is set for tomorrow's meeting. Nagyszerű! Meg is vagyunk! Oh. Ott ég a tető! Ég a tető! Vagy mi van ott? Úristen, lehet át kéne mennünk segíteni? Nem, nem valószínű. Van valami térképünk, vagy valamink? Van térképünk, jaj de jó! Ott írja a feladatot, hogy mit kell csinálni. És ott van a repülőtér? Aha, valószínű majd oda kell mennünk. Nincs is olyan messze, tehát szerintem simán megoldjuk az egészet. Oké. Most megyünk szépen beszélgetni. Hova kell mennünk beszélni? Erre megyünk tovább. Meg kell keresni azt a csávot, akivel dumálnunk kell. Tudunk lapakodni? Valószínű ez nem fog beengedni. Tovább engedsz? Ah, nem mer belénk kötni. Pedig azt hittem, hogy belém fog kötni. De nem! De nem! Hú, erre emlékszem, hogy itt játszottam. Ez tökre megmaradt bennem ez a rész. Jó, csak azt sem tudom, hogy merre kell mennem. Nincs valami lefelé vezető lépcső? Ja, itt van-e, itt kell mennünk. Fantasztikus. És már erre mehetünk is tovább. Itt kell beszélgetnünk majd a csávókával. Itt van-e? Már meg is jöttünk, és már nyomjuk is az E-t. Ha jól tudom, itt most az egész épület majd teli lesz ilyen emberekkel, akiknek nagyon sok fegyverük lesz, és le kell őket majd lövöldöznöm. Ha jól emlékszem, nem tudom, nagyon rég játszottam már a játékban igazából. Hú, választanom kell valamit! Melyikkel tudok választani? A nyilakkal tudok választani! Fantasztikus! Előbb nem tudtam, hogy amúgy melyikkel-e. You know what I saw on my way over here? I saw a rebel being arrested. And instead of being taken alive, he exploded a grenade hidden in his jacket. Amúgy jól lett volna tudni, hogy mit választottam. Lehet meg kellett volna néznem. Á, most meg tudom nézni, király! Elnyomtam! Elnyomtam! Hát ez nem igaz! Hát ez nem igaz! Na, és akkor merre megyünk? Merre megyünk? Hoppá! Hoppá! Igen! Ott füst van! Az ott füst, nem? Aha! Gondok vannak, óriási gondok vannak, úgy fest! Nagyon hangos ez a bemondó, lehet, hogy az én hangomat nem is lehet majd hallani!
There's a plane waiting for us. Go. Ja igen, ebben a részben már majd lesznek ilyen embereim, akiket majd fogok tudni irányítani, vagyis hát pontosabban segíteni fognak nekem a küzdelmekben, a lövöldözésekben. Aha, valószínű ezt kell szétvernem. Jaj, de jó, kezdődik a bunyó. Enter. Gyere. Már ütöm is, illetve rúgom most jelen pillanatban. Hoppá, megérkezett a következő. Nem, nem akarom elkapni, hadd üssem már. Oké, elkaptam. És akkor most ütöm, várja, jaj, hogy kifutottam közben a házból. Ha jól látom, ilyen hamar szétütöttem mind a kettőt. Ja. Jó, gyertek srácok, gyertek, már megyünk is a kapu felé. És keresünk valamilyen járművet, amivel gyorsabban. Hoppá, itt valami felrobbant. Az karrier. Gyertek, gyertek, gyertek. Azaz. És már elő is vettem a pisztolyt, és már mehet is a lövöldözés! Jaj, 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 jaj! Figyeld, hogy segítenek, nagyon jó, segítenek ám hátulról! Az R betűvel kell töltenem értelemszerűen! Jöttök, srácok, jöttök? Jó, jönnek ezek, jönnek ezek! Hoppá! Brutálisan nagy robbanás, és már mehetünk is fedezékbe, de előtte azokat innen simán le tudom lőni! Jöhet a következő, az is megvan! Aj, ott volt egy fejes? Jól láttam, hogy ott volt egy fejes? Ott volt egy fejes. Vagy azt megöltem? Ki tudja, lehet megöltem. Oké. Ott van, ott van, ott van, engedj! Hátba öltem! Megvan, már meg is halt! Na srácok, gyertek, megyünk is tovább itt az utcán! Figyeld, hú. Már arra el kell mennünk? Szerintem arra nem is kell elmennünk. Meghalt-e? A másik viszont nem halt meg, lőjed, Krisztián, lőjed! Na, na, nagyon jó! Megvan! Hoppá, itt a következő! Hú, micsoda szakálla volt az csávokának! Már megyünk is oda, ahol a nyíl mutat! Gyertek srácok, gyertek! Itt vagytok mögöttem, itt vannak mögöttem! Fantasztikus! Micsoda? Mit csináljak? Jobb egérgomb, lövöm, lövöm! Jaj, eltraktam a pisztolyt! Úristen, hogy fejbe lőttem! Majdnem azt mondom, hogy fejbe rúgtam, és már le is nyílt a hit, és akkor már mehetünk is tovább! Onnan hátulról lőtté? Szét tudom lőni a fedezéket, tehát nincs sok esélye a csávokámnak. Lövöm is, na 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 na, meg is van, nagyon szép. Ó, a Thompson gépfegyver ez az. Nagyszerű, már lett is egy Thompson gépfegyverünk. Ki is használjuk. Oké? Okay? Az nem igen akart meghalni. Nem számít. Gyertek, megyünk tovább, megyünk tovább. Erre megyünk. Azt hittem, hogy többen fognak jönni, de nem. Úgy fes, hogy simán megoldottam. Shift-tel tudunk futni. Ott az ellenfél, ott a következő ellenfél. A civileket nem nagyon szeretném lenőni, tehát inkább picivel óvatosabban lövöldözök. Hoppácska! Hát ez a játék valami brutálisan jó. Jaj, 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 jaj. Lehet, ez nem fog már felrobbanni, igaz? Hát ennek már kerekei sincsenek. Lenyúlták őket. Ott át tudunk menni, vagy meghalunk? Szerintem nem fogunk meghalni. Ó, el is tűnt. Ja, nem. Eltűnt, eltűnt. Már itt is vagyunk a repülőtéren. Ó, oh, nagyon jó. Simán, simán megcsináltam. Na most a kolléga ki is nyitja a kaput nekünk. Illetve egy új ajtót csinál a kapuba. Mennyire rendes már. Ki fogja rúgni? Tudtam. Simán ki is rúgta. Ajjajaj, egy mester lövészne. Ne! Aldo! Ó! Hú, de kegyetlenül előtette. Atya úristen! Hát nem szalozott ez a sniperes, azt kell, hogy mondjam. Az keményen leoffolta. Ah, és már repülünk is, a repülőnkkel! Hú, milyen jó hangja van a repülőnek. Remélem, ezt ti is hallottátok. Everyone's trying to get out. Look, Jesus, there's so many of them. Na már meg is érkeztünk New Yorkba, elméletileg ott vagyunk, legalábbis a mentés szerint. Na és akkor vágjunk is bele a játékba, és akkor csináljuk is a küldetéseket. Elméletileg vele kell beszélgetnünk. Már neki is jártunk. Let me deal with him. Of course you will. You're the boss, and Carmine's a stukats. Couldn't find his ass if he was sitting on his two hands. But that stupid bum's got half. Elméletileg most ők biztos, hogy fognak nekünk egy küldetést adni. Ő vagy a következő haverja. Okay. But whoever it is, it ain't Roth. And Carmine's men are still loyal to him. Well, loyalty counts for something. Even with the Rosado brothers. It means something to me too, Frank. I can't take on Carmine by myself. I need people. People that I can trust. Do you have any loyal button men that I can enlist? Sure, Dominic. I drove here with a few associates.
They're good men. They've all earned their bones. I think they're ready to be made. You'd be doing one of them an honor if you choose to bring him into your family. Okay, fantasztikus. És akkor már mehetek is itt be az ajtón elméletileg, vagy legalábbis a kis térkép ezt jelzi. A family's only as strong as its weakest link. That's why I need someone good. Benn vannak a szoba közepén, de azért a napszemüveg muszáj, hogy benn legyen a fejükön. We got a deal. Okay. You won't regret it, Dominic. Mindenkin. Fogadjuk a másik csávon is ott a napszemüveg. Welcome. You're part of the family now. Persze, persze, azon is ott van. Nyomjam meg a tabot. Continue. Figyeld, van egy emberem, aki segíteni fog majd a harcokban. Ez nagyon jó. És akkor valahol itt a térkém gondolom mutatni fogja, hogy hova kell majd mennünk. De úgyis meg fogom oldani, mivel a jobb alsó sarokban ott a kis térkép, ami mutatja. Oké. Megint tab, jó, nem kell tab, hát ott van a kis térkép a sarokban, látom, hogy hova kéne menni majd. Ezzel az autó, ahol el lehet menni az autóval, wow, de jól néz ki. Dupla V-re tudunk értelemszerűen előre menni, az S-sel megtolatni. Na hát akkor nyomassuk is, figyeld. Ha megnyomom a space-t, a hátsó ember ki fog lőni. És letekertük az ablakot. Hát mennyire jó már, hát ez eszméletlen. Lehetőleg nem szeretnék egy gyalogos elütni, illetve nem szeretnék garambolózni. Itt az elején még persze. Meg jó lenne, ha a rendőrök se támadnának be. Valószínű. Ebbe a... ránézésre... mi ez? Oké. Okay. Ránézésre cukrászdába kell bejönnünk, igen. A véve követ az emberem, igen. Come on, go. Gyere, a C-vel meg tudom irányítani, hogy mit csináljon. Oké. Okay. Fütyölök neki és már jön is. Hú, egy videó! És nincs hangja a videónak, de miért nincs hangja a videónak, pedig egy diszkóban lennénk és nincs hangja! Aha! Ahogy látom, fenyegetjük az embereket, illetve ott a bal alsó sarokban mutat egy ilyen kis rublikát, hogy ha szétverjük az embereket, vagy hát megütögetjük őket, akkor fognak fizetni. De ha jól tudom, nem minden esetben kell megverni őket, hanem vannak olyan esetek, amikor mondjuk elég, hogyha szétverjük a kocsiját, vagy szétverjük a házát, vagy például egy tévét, és akkor is majd legyengül mondhatni úgy az ember, és megpuhul, és fizetni fog. Hogy szétvertük a fejét, te úristen! De miért nincs hang a videón? Pedig jó lett volna. Oké? Okay? És ennek a... ja, ezt a hülye gyereket kell megfenyegetnem. Aha. Nem fogja kinyitni az ajtót. Nem fogja kinyitni az ajtót. Nyisd ki, öreg, nyisd ki. And guess what'll happen if you refuse a second time. Nem fogja. Get your ugly mug out of my joint. Szerintem nem véletlen kaptuk ezt az embert. Nem, nem tudunk, nem tudja ezt valamit csinálni, mondjuk szétüti a berendezést. Nem? Hova mész? Hát akkor nincs más választásom! Pofán kell vágni néhányszor! Figyeld, visszaüt, visszaüt! Ne üss vissza! Nyisd ki az ajtót! Nyisd már ki az ajtót, ne húzd az időnket! Nem nyitja. Nem nyitja ki az ajtót, figyeld. Kinyitotta, kinyitotta, erről van itt szó! Na, már benn is vagyunk akkor az ajtón! Gyere, fütyültem, és már jön is, már jön is! Már megyünk is le a lépcsőn, és melyikkel kell beszélnünk, nem? Erre megyünk tovább! Na! Hoppácska, is nekiálltunk bunyózni, ez itt nagyon nem jó, ez itt nagyon nem jó! Nem baj, szétütjük őket! Figyeld, hogy üti a fejét! Azt valószínű ki is nyírtuk, és kaptunk belőle némi pénzt is, ha jól látom. Szétüti a fejét, te úristen! Hát ez brutális! Hát ez brutális, azt kell, hogy mondjam. Hamar mindent felvettünk a földről, és akkor már jöhetünk is ide. Á, széfet rabolunk, király! Hello! You're here to negotiate a deal. Nyisd ki a széfet, és nem verünk agyon. This is my turf now. The only way you're gonna run this racket is if you deal with me. Am I clear? Forget it. I built this racket. Ez úgy fest, hogy ez nem nagyon akarja kinyitni. Hú, valamit felvettem a földön, nagyon zsír. Nézzük még körül, hogy miket tudunk felvenni. Ó, nem, nekem az kell. Oké, visszavettük. Slow down, Dominic. Fejbe dobjam vele a palit.
Hát nem nagyon találta-e? Nem baj, van egy golfütőnk, ezzel majd mindjárt szétverjük a csávókát. De előtte megnézzük, hogy itt mi van. That's the one in charge. Semmi. Na jó, akkor kezdjük is el szerintem. Follow me. This way. Az emberünket oda küldjük. Mi meg addig. Egy határozott mozdulattal! Semmi! Semmi! Na! You got it coming. Look at him. He's tough. Na, kinyitod! Kinyitod! Look at me. Make the deal. Or your brains are gonna be all over the fucking floor. Szerintem ki fogja nyitni. The racket's yours. Just lay off of me, alright? Oké. Okay. Újabb videó, és újra nincsen hang. Figyeld azt az Elvis gyereket. Mindenki fizet, ahogy látom a videókból. Ügyes a csávó. Fegyverbolttól kezdve, autósbolt, építkezések. Az igen, az aztán autó. Elvis. Na jól van. What fight? You hurt me. Megoldottuk, amit meg kellett oldanunk. És ha jól látom, már az X át is került egy másik helyre. Ha ma oda is megyünk, megnézzük, hogy mi van ott. Ja, hogy ismételten beszélgessünk a csávóval, akivel előbb dumáltunk. Na jó, mindegy. Na srácok, ez a videó ennyi lett volna. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok!